Mintha csak egy akciófilm jeleneteit látnánk. Fejkameráról rögzítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal azt az akciót még, amikor 2019-ben illegális dohányfeldolgozót lepleztek le. A NAV munkatársai éppen a dohánylevelek aprítása és csomagolása közben kapták el az elkövetőket. A testvér pár Lengyelországból szerezte be a szárított dohányleveleket, amit feldolgozás után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében adtak el. Volt három alkalmazottjuk is a telepen, akik lényegében a dohány feldolgozását végezték. Darabolták, szeletelték, kimérték, zacskózták és előkészítették további értékesítésre. Kilónként 3000 forintért adták el a vágott dohányt az orgazdáknak, a vádlottak. Az orgazdák pedig 600 forintot tettek rá kilónként, és ez volt az ő hasznuk, így értékesítették a dohányfogyasztóknak, a végfelhasználóknak. A vád szerint több mint fél évig végezték ezt a tevékenységet egy nyírtelekhez közeli telephelyen. A szervezet közel 5000 kg vágott dohányt tudott eladni, amivel 128 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A nyomozás során lefoglaltak az utolsó szállítmányt, illetve vágott dohányt is, illetve a gépeket. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak beismerővallomást tesznek és nem ragaszkodnak a tárgyalás megtartásához, akkor a testvérpár, mint a bűnszervezet irányítóival szemben 5-5 év fegyházbüntetést szabjon ki a bíróság, tiltsa el őket a közügyektől, vagyonelkobzást is rendeljen el velük szemben a gazdagodás erejéig, és pénzbüntetésre is ítélje őket. A bűnszervezetet vezető testvérpár társaira a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség 4-4,5 éves fegyházbüntetést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást, az eladásban közreműködő orgazdákra pedig felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az eljárás a nyíregyházi törvényszéken folytatódik.